Spanyolországi hírek szerint eldőlt, hogy Cristiano Ronaldo nyeri a 2017-es aranylabdát. A lejáró szerződésű Lionel Messi kegyeiért három csapat is harcba szállhat. Nézzük az elmúlt napok legérdekesebb foci híreit. Nagy riadalmat okozott Kun Agüero azzal, hogy az Argentina-Nigéria válogatott mérkőzés félidejében rosszul lett, és előbb hányt, majd később egyes beszámolók szerint az eszméletét is elvesztette. A Manchester City játékosát, aki gólt is szerzett az első félidőben, elővigyázatosságból kórházba szállították az eset után, hogy kivizsgálásoknak vessék alá. Az angol klub később közleményben tagadta, hogy támadójuk elvesztette volna az eszméletét, és azt állítják, egy egyszerű rosszulétről van csak szó. Ez bizonyítja, hogy a futballistát már haza is engedték a kórházból. Nincs kizárva, hogy a manchesteri kékek történetének legeredményesebb játékosának rosszulétében szerepet játszik a néhány héttel ezelőtti autóbalesete is, amely során borratörést szenvedett, és nemrégiben éppen arról beszélt, hogy még manapság is vannak fájdalmai emiatt. Mint az köztudott, a támadó még Amsterdamban szenvedett egy taxiban ülve súlyos balesetet, amely után közel egy hónapot kellett kihagynia. Az Oroszországban rendezett Argentina-Nigéria felkészülési mérkőzés egyébként végül az afrikai ország 4-2-es győzelmével zárult. Olaszország gyakorlatilag nemzeti tragédiaként éli meg, hogy a válogatottjuk nem lesz ott a jövő nyári világbajnokságon. Miután elbuktak a Svédország elleni pótselejtezőben, ami azt jelenti, hogy a Squadra Azzurra 1958 óta most először nem jutott ki a világeseményre. Sokak megdöbbenésére Giampiero Ventura, az olaszok szövetségi kapitánya, az ellene irányuló népharag ellenére sem mondott még le, ám szinte biztosra vehető, hogy hamarosan távoznia kell a kispadról. A lehetséges jelöltek között Carlo Ancelottit és Antonio Contét emlegetik, igaz, utóbbira azért elég kevés esély van, miután a Chelsea jelenlegi szakvezetője korábban már megfordult az olasz válogatott élén. Azonban az elválás nem sikerült túl barátságosra az olasz szövetséggel, és bizonyos pénzügyi viták miatt még jelenleg is perben állnak egymással. Ennek fényében a legnagyobb esély most Carlo Ancelotti kinevezésére van, aki éppen munkanélküli, miután nem is olyan rég menesztették a Bayern München kispadjáról. És ha már szóba jött a svéd válogatott VB-re való kijutása, akkor érdemes megemlíteni, hogy természetesen rögtön beindultak a találgatások, hogy vajon Zlatan Ibrahimovic az oroszországi torna erejéig visszatér-e a nemzeti csapatba. A Manchester United támadója még a 2016-os Európa-bajnokság után jelentette be, hogy búcsút int a válogatottnak, de még így sem számítana túl nagy meglepetésnek, ha végül meggondolná magát. Annak ellenére, hogy Ibra immár 36. életévét tapossa, de még így is erőssége lehetne a svéd válogatottnak, amely az olaszok bravúros kiejtése ellenére azért technikailag nem számít a legképzettebbnek. Az angol bookmakerek egyébként most ötszörös pénzt kínálnak arra az esetre, ha valaki fogad, hogy a klasszis támadó újra magára húzza a skandináv válogatott mezét. Spanyolországi értesülések szerint három csapat is megpróbálkozik megszerezni Lionel Messit, a Barcelona ötszörös aranylabdás játékosát. Mint ismert, az argentin támadó szerződése jövő nyáron lejár a katalánoknál, és egyelőre még nem érkezett hír arról, hogy sikerült-e megegyezniük a feleknek a hosszabbításról. Ezt szeretnék kihasználni a Manchester City, a Chelsea és a Paris Saint-Germain gárdája is, akik tesznek egy próbát, hogy meggyőzzék a 30 éves futballistát arról, hogy inkább náluk folytassa pályafutását. Ennek az információnak némileg ellentmond az, hogy Javier Tebas, a spanyol liga elnöke szerint Lionel Messi hosszabbítása már megtörtént, csak ezt eddig még nem hozták nyilvánosságra. Az elnök továbbá elmondta, hogy megbízható forrásokból értesült erről, és már csak idő kérdése, hogy ezt mikor jelentik be, amire eddig egyszerűen csak a versenynaptár sűrűsége miatt nem volt lehetőség. Habár a napokban kiszivárgott egy kép a France Football egyik jövőbeli címlapjáról, amelyen Lionel Messi van feltüntetve, mint a 2017-es év aranylabda győztese, ám a spanyol Don Balón információi szerint szinte biztos, hogy Cristiano Ronaldo kapja majd meg a rangos elismerést. A lap úgy értesült, hogy erről már tájékoztatták is a portugál klasszist, aki a december 7-i díjátadón kapja majd meg, karrierje során immár 5. alkalommal az aranylabdát, ezzel utolérve az argentin támadót, aki ugyancsak 5 alkalommal végzett eddig az élen.
Nagy viták folynak arról, hogy a Messivel készült címlap valós-e, de minden bizonnyal csak arról van szó, hogy a francia magazin ilyenkor több borítóképet is legyárt a lehetséges nyertesekről, és ezek közül került nyilvánosságra az egyik ilyen. Ennek ellenére persze nincs kizárva, hogy a Barcelona csillaga nyerje a díjat, azonban valamennyire mégis meglepetésnek számítana, miután az idei évben csak egy spanyol kupa győzelmet tud felmutatni, míg Ronaldo a bajnoki cím mellett megnyerte csapatával a bajnokok ligáját, és bezsebelt egy UEFA és egy spanyol szuperkupát is. Segíts te is a csatorna népszerűsítésében, és lájkold be a Tikitaka TV Facebook oldalát, és kövess be Instagramon is! És ha szeretnél értesülni a legújabb videókról, akkor iratkozz fel a csatornára!